Tamásiban 2019-ben indult a topos projekt, melynek keretében a Tamási Budaváros rész rehabilitációja zajlott, mondta Porga Ferenc polgármester. A kezdeményezésként az itt lakó kérése volt, hogy ha lesz lehetősége a városnak, akkor tegyük rendbe ezt a helyet, és alakítsunk itt egy valódi közösségi pontot, egy közösségi teret. Ez a tavaly évben megvalósult, a Covid helyzet miatt most került sor a térnek az ünnepélyes átadására. A 100%-ban állami támogatású 250 millió forintos beruházásból nem csak a közösségi tér valósulhatott meg, új lakások kivitelezése, utak aszfaltozása is a program részét képezték, emelte ki a város polgármestere. Az itt lévő szociális bérlakásokat teljes egészében fel tudtuk újítani, 3 teljesen új bérlakást adtunk át az itt élőknek, az itt élők megsegítésére, illetve utcákat aszfaltoztunk, járdát, vizelvezetőt építettünk ezen projekt keretein belül. A tér fejlesztése a helyben élő fiatalok számára is lehetőséget kínál a szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez, egyben támogatva az összetartozás érzését, melyet a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai is segítenek a jelenléti programjukkal, amely szintén a projekt része, hangsúlyozta Fehér Angéla. A saját erőforrásaikat, a meglévő erőforrásaikat mozgósítva próbálja az életüket egy kicsit könnyebbé, gördülékenyebbé tenni, esetleg olyan eszközökkel, olyan tudásokkal, amit ugye megkövetelünk a nálunk dolgozó szociális munkásoktól, ami lehetővé teszi azt, hogy hasznos és eredményes tagjai legyenek egy-egy közösségnek és a tamási társadalomnak. Tamásiban a 250 millió forintból megújult Budaváros rész a területen élők társadalmi integrációját, kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.